Start, elindult a verseny. Mindenki rendben van, de a startja nem volt rendben Felicita Görnek, aki óriásit bakolt folyamatosan a start pillanatában is, és Sörlöf Laki sem indult jól, tehát rögtön két ló komoly hátrányban, de most már megkezdik a zárkózás, kérdés, hogy ennyit föl lehet adni. Mr. Penny az, aki elmegy vezetni Nagy Tamással, Mr. Penny az élen mögötte, Obahara benne a falon pedig Cenzor, a gyengén kezdő Felicita Gör pedig megérkezik szélvész tempóval, a vezető lovak mellé viszont ki fog szorulni a kanyarba. Szétszukja a második spurban, Felicita Gör a harmadikban, még jól járhat Sörlöf Laki, Ördög Alennel végig a falon haladhat, miközben Mr. Penny nagyon erős, Mr. Penny nagyszerűen mozog, Mr. Penny az élen, és picit Obahara kezd csúszni visszafele, de hát még innen azért zárkózhat és nyerhet, külvéső ívre teszi majd őt Georgiev, és akkor talán majd elindul. Még mindig Mr. Penny vezet, Szit Szikku nagyon jó, benne a falon Cenzornak nem sok útja van, és elindul Obahara. Obahara elindul, Mr. Penny támadja a távozlopnál, és Obahara most már tud gyorsítani, Obahara ismét elindul, Szit Szikku lesz majd a dobogón, Mr. Penny óriásit küzd, Mr. Penny visszajöhet a végén, Obahara azonban győz, Obahara, Mr. Penny, Szit Szikku. Ez a dobogó.